900 éves épület rejlik a Palota városban a föld alatt, ahogy arról már beszámoltunk, a Johannita rendház maradványai után kutatnak a régészek, amit még Siklósi Gyula régész professzor az egykori szigeten, a mai Palota város területén végzett ásatások során tárt fel. Az iskola ezen a területen. A Bori Jenő általános iskola udvara úgy néz ki, hogy nem volt bolygatva a panelépítkezések során. Van viszont kettő olyan területrész, ami az elmúlt 200 évben nem volt beépítve, és erről ez például a Wüstinger féle 1826-ban kiadott térképen pontosan láthatjuk. Az egyik ez a Sziget utcának, az egykori Sziget utcának ez a teresedő része, illetve a másik pedig itt a Bori Jenő általános iskola udvara. A régészek úgy látják, itt akadálymentesebb mérésekre számíthatnak, hiszen újabb kori építkezések vélhetően nem fedik el az egykori romokat. Ilyen terület még a parkban a szökőkutas kis tér, ami szintén üresen állt és nem érintette az építkezés. Az iskola igazgatója elmondta, hogy kihasználva az udvaron folyó kutatást, interaktív történelmi órákat szerveznek. Az a jó iskola nyitott mindenre, főleg a tudományokra és a jó dolgokra, és amikor ennek hírét vettem, hogy van ez a lehetőség, akkor azonnal megkértem, hogy szeretnénk mi is kiaknázni, és a gyerekeket ebbe az irányba is terelni, az érdeklődésüket ebbe az irányba is terelni, hogy a történet kézzel fogható részét, nem csak a tankönyvből tanulhatót megismerjék. A cél, hogy meghatározzák a feltárások, illetve az építkezések után a földben megmaradt építészeti emlékeket. A földradaros mérések során történtek új megfigyelések. A Palotavárosi Központi Parkban az aszfaltos pályán végzett mérések során a földben kirajzolódtak a régi Selyem utcai házak nyomai.